Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek mára kijelölt szent igéjét, tehát nem én választottam, de úgy érzem, hogy teli találat, engem minden esetre jól eltalált. Megírva találjuk Lukács evangélium a 17. fejezetében, a 7. verstől a következőképpen. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor az szántás és legeltetés után megjön a mezőről, jöjj ide hamar és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, üveszd fel magadat és szolgálj fel nekem, amíg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszöni-e annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt. Amen. Ez Isten igéje. Krisztusban a szeretett drága testvérek, az ország minden részéből, Somogytól Békésig, és Budapest kerületeiben, és szülőfalumban, és mindenütt, ahol most arra figyeltek, hogy mit fog itt kinyögni egy nyugdíjba készülő lelkipásztor. Gondolom, átérzitek, hogy nem könnyű egy ilyen utolsó istentiszteleten egy utolsó prédikációt elmondani. Pedig mondhatnánk, hogy 42 év után már lehetne az embernek annyi rutinja, hogy a kis ujjából kiráz egy ilyet. De ez nem így van. És megmondom őszintén, arra számítottam, hogy sokkal kevesebben leszünk. Kicsit reméltem is, hogy itt a nyár hevében sokkal inkább majd a nyaralásból gondolnak ide egy-egy SMS-sel. De hát eljöttetek, és ez nekem most nagyon nagy teher, mert most előttetek kell elszámolnom. Előttetek kell elszámolnom mind arról, ami történt az elmúlt 42 esztendőben, és itt az utóbbi 23 évben. Igen, mert hát a lelkész is csak emberből van, és szeretné, ha igazolva látná azt, amit tett, amit szólt, a szolgálatát. És hát az igazolást a gyülekezettől várná, amelyik 8 éven, 11 éven, 23 éven keresztül hallotta az ige hirdetését, és látta, hogy mit munkálkodott. És érzi a lelkész, vagyis hát most már egész konkrétan mondom a magam nevében, érzem, hogy nem elég, amit adtam. Hogy szeretnék még belesűríteni mindent, valamit legalább az utolsó szó jogán ebbe az utolsó prédikációba. Ez egy ilyen lélektani állapot, amit bizonyára mindenki ismer, aki vizsgázott már, vagy írt dolgozatot, ugye a diák a dolgozat beadása előtt még mindig újra olvasva beleszúr itt egy szót, ott egy mondatot, javítgatja, ezt kihúzza, azt beírja. Én is így szeretném egy-két részét, fejezetét a szolgálatomnak, meg nem történté tenni, kitörölni, beszúrni valamit, ami érzésem szerint oda kívánkozik még. És hát szinte látom a képzeletbeli tanáromnak, vagy az igazi, valódi tanáromnak a hiány jeleit az írományomban. Akkor visszakapjuk ugye a dolgozatot. A 42 évi dolgozatomban ott vannak ezek a nagy hiányjelek, hogy fiam, ezt se írtad meg, azt is kifelejtetted, ezt miért nem írtad bele, és így tovább. Ismerjük ezt az érzést. Na, akkor helyben vagyunk. Ez van most a szívemben, ez van most a lelkemben. És meg kellett értenem,
ha nem mondtam el az elmúlt 42 év alatt, amit rám bízott az Úr, ha nem lett világosan érthető a szavaimból és a tetteimből, hogy miért vagyok itt, azt egy utolsó prédikációval nem tudom pótolni. Nem tudom bemázolni fölül szép festékkel azt, ami alul van. Mert mindenki tudja, hogy mi van alatta. De jó lenne csak annyit mondani, kedves testvérek, emlékezzetek, ugye? Minden jó volt. Milyen szépen alakultak a dolgok. De jó lenne, hogyha Pállal együtt mondhatnám, és talán ez sem véletlen, hogy az oltár előtti kijelölt ige pontosan erről szól. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudni, hogy Krisztus meghalt bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkért, mondja az apostol egy másik fejezetében az igének. Halkan kérdezem, kedves testvérek, átment ez az üzenet? Ez az üzenet ment át? Vagy mást hallottatok tőlem? Vagy másért szerettetek és követtetek lelkipásztorotokként? Most, kedves testvérek, én nem tudom, hogy kit mi hozott ide, de bizonyára a szeretet pedig általában valami olyan dolog, amit nem érdemel meg az ember. Tehát nagyon szépen köszönöm, hogy szeretett engem a gyülekezet, de azért hadd mondjam el, hogy nem a gyülekezet mond rólam végső ítéletet. A mai igében az én tanító mesterem, Jézusom jön velem szembe, és nagyon egyértelműen szól az én munkálkodásomról. Ezt mondja, ha mindent megtettél is, mondd azt, hogy haszontalan szolga vagy. Hát ez nem éppen egy olyan mondat, amit egy nyugdíjba vonuló a virágcsokrok és köszöntések között szeret hallani, ugye? Mindenki szeretné azt hallani, hogy hát jó volt, klassz volt, ezt akartuk. Nos, kedves testvérek, ezt az igét, ezt a Lukács 17:7-10, pontosabban az utolsó 10. versét már harmadszor kapom meg. Először Orosházán kaptam meg egy szép ezüstözött vázának, egy kehelynek az aljában gravírozva a 10 éves orosházi jubilemi szolgálatom alkalmával. Megmondom őszintén, hogy akkor egy kicsit úgy rosszul is esett, hogy 10 év után ennyit tud az orosházi gyülekezet nekem mondani, de aztán nagyon megtanultam, hogy ez az ige, ez nem véletlenül talált el akkor. Ez volt az első. Aztán a második, amikor Orosházáról búcsúztam, úgy látszik, az orosházi gyülekezet, ez nagyon az Isten erőterében volt, mert még egyszer megkaptam ugyanezt az igét a búcsúzásomkor. Egy ezüstözött gyertyatartónak az aljába gravírozva, a változatosság kedvéért. Értitek? Ekkor már nem volt bennem háborgás, hanem azt mondtam, Uram, értem az üzenetedet. Köszönöm. Hát ezek után kell még valamit mondanom? A mai napra ezt megkaptuk. Be van írva az útmutatóba, az ágendába, a perikópa rendünkbe, hetekkel, hónapokkal, évekkel ezelőtt választották ki, hogy 2021. augusztus 15-én ez legyen a prédikációs alapig az evangélius templomokban, Pest-Szentlőrincen is. Amikor a búcsúzásom dátumát kitűztük, akkor nem néztem meg, hogy ez az ige lesz. Lehet, hogy ha megnézem, akkor gondolkodom egy kicsit, de nem, el kellett ezt fogadnom. Ez az Istentől van. Ezek után, kedves testvéreim, nem én prédikálok ma, hanem a Mester, az én Mesterem is, az Úr Jézus Krisztus szól hozzám, hozzátok, minnyájunkhoz. És én jó pap akarok lenni,
nem akarom azt mondani, hogy már a kisujjam magam minden ezért. Azt mondom, hogy Uram, taníts, én is holtig akarok tanulni. Az, hogy nyugdíjba vonok, az nem jelenti azt, hogy már le lehet zárni a végbizonyítványomat. Drága testvérek, ma ebben a néhány percben tanuljunk együtt a Mesterrel, a Mestertől. Egy igazi jézusi parabola, egy példázat, életből vett kép áll előttünk. Az iharosberények is, orosháziak is, lőrinciek jó része is, legalábbis kiskert tulajdonos, tehát ugye a mezőgazdaságban járatosak vagyunk, és tudjuk, hogy ez egy kemény munka. Itt most a mezőről hazaérkező szolgát állítja elénk Jézus. El tudjuk ezt ugye képzelni. Ez lennék én például a nyugdíjba vonuló lelkész, az a mezitlábas mezei lelkész. De ez lehet bármelyikünk, aki úgy gondolja, hogy egy élet pálya után most nyugdíjba vonulhatna. Szép dolog a mezei munka, de nagyon fárasztó. Éhesen, szomjasan hazaérkezve jó lenne, ha tejített asztal várna. Jó lenne, ha frissítő fürdővel lemoshatnám a port és a verejtéket. Jó lenne belezuhanni a gondos kézzel megvetett ágyba, és jó végzett munka után jól esően kipihenni a fáradalmakat. Arra gondolok, hogy nagy tartsa a szülőfalum szorgos népe, annak ide hogy élte az én. És hát valamikor este 6-7 óra felé talán, vagy ki tudja mikor érkeztek meg, és amikor haza érkeztek, akkor otthon várta őket a gazdaság, és várta őket a piacra való fölkészülés, és akkor aztán jött a piaci kofáskodás, ami hát bizony nem egy leányálom, én is próbálkoztam vele, nem éppen kellemes dolog, bár van, aki jól érzi magát a piaci sokadalomban. Lényeg az, hogy másnap aztán kezdődik minden előről. Nos, én láttam, és magam is átéltem, és most is átélem, hogy mit jelent a mezei munka után hazatérni. Fáradtan, minden porcikám kívánja a pihenést. Jézus éppen erről beszél. Éppen erről beszél, de nem úgy, ahogy várnánk, hogy jól van, jó és hű szolgám, akkor most menj és a te uradnak az ünnepi lakomáján érezd magad jól. Ilyet is mond Jézus, de azt máshol mondja. Itt most arról beszél, hogy fenn van már a vacsoracsillag, de neked ez nem azt jelenti, hogy asztalhoz ülhetsz, hanem azt, hogy megkezdheted a konyhai szolgálatot a mezei munka után. És másoknak a vacsoráját kell föltálalnod. Az Urad vacsoráját kell elkészítened. És talán az Úr kérdezi is, hogy na lássuk, dolgoztál a mezőn, mit hoztál? Hoztál egy kis érett gyümölcsöt, jutúrót, mert ugye itten legeltetésről is szó van, nem csak mezőgazdasági munkáról. Mi lesz az asztalon? Jó lenne, hogyha előjönnél azzal, hogy hasznosan töltötted az időt, és az asztalomon ott látom a te munkádnak a gyümölcsét. Nem elég learatni a búzát, őröld meg, süss belőle kenyeret. Nem elég leszüretelni a szőlőt, tésseld ki, és készíts belőle italt. Hát a testvérek, mezei lelkészként nagyon sok áldást kaptam. Drága szolgatások vezettek be a mezei munka fáradtságába és örömébe. És ez jó volt. Jó volt, hogy láttam, hogy azok az idős, vagy akár velem egykorú szolgatások, akikkel körülvett engem az én uram, azok hogyan teszik a dolgukat. Édesapám, őrá gondolok, de a felmenőimnek a példája is előttem van. Vagy gondolhatok az iharosberényi pályakezdésem alkalmával, a principálison, a Fonyat Pál lelkészre, Pali bácsira, de lelkészek sorát sorolhatnám. Akik megtanítottak engem arra, hogy hordozzam a munkaterhét, ahogy Pál apostol mondja Timóteusnak, hogy tanuld meg tőlem,
Vedd fel velem együtt, hordozd velem együtt a munka terhét. Ne a könnyebb utat választ. Ne azt nézd, hogy hogy lehet karriert csinálni ebből. Hanem végezd a munka terhét. Ezt tanulod tőlem, ezt látod tőlem. A nyugdíjba vonuló apostoltól, mondja Pál apostol az ifjú Timóteusnak. Persze sorolhatnék nem csak lelkészi munkatársakat, és nagyon nagy hálával emlékszem, és olyan jó lenne itt most nem nézni az órát, és sorolni a neveket, itt az arcokat látni, drága iharos berényi testvéreket, vésenyeket, orosháziakat, pogány szentpéterieket, iharosiakat, sicsóiakat, inkeieket, mondhatnám még sorba, kardoskutat ne hagyjam ki. Nagyon sok helyen szolgálhattam, és ez csodálatos jó dolog volt az életemben. És olyan jó volt, hogy volt egy Dobri Sándor, Jarosberényben, aki nem ismert fáradtságot. Ő is TSZ-ben dolgozott, és hihetetlen volt az, amikor még este, vagy kora hajnalban nem volt olyan időpont, amit nem lehetett volna tőle kérni. Amikor ő ott állt mellettem, és a botladozó kezdő, pályakezdő lelkésznek minden segítséget megadott, de sorolhatnám a neveket. Hadd ne soroljam, és senki ne sértődjön meg, ha kimarad. Drága testvérek, de ugyanígy mondhatnám, Orosházán, Benkő Pált, itt Lőrincen, Horváth Miklós bácsit, aki most nem lehet itt közöttünk, pedig beszéltem vele a múlt héten, ha egészsége engedi, eljön, azt ígérte. Szeretettel köszöntöm így a monitoron keresztül, és nagyon sokat köszönhetek neki, de ugyanígy Nánási József testvéremnek, akivel most tesszük le a lantot, most tesszük le a munka terhét, legalábbis itt, vagy éppen Szabó Józsefre is gondolhatunk, aki az Imrei gyülekezetnek a területén volt nekem nagyon nagy segítségem, de sorolhatnám a presbitereket, az egyszerű, tiszta szívű gyülekezeti tagokat, a drága asszony testvéreket, akik már tegnap is hihetetlen mit műveltek itten, takarították a templomot és készítették elő a mai asztalra valókat, és így tovább. Drága testvérek! És ebben még mindig oda kell tennem, hogy különös ajándékként kaptam, rendkívül ajándékként kaptam az óvodákat, iskolákat, az egyház veteményes kertjeit. Nekem nem csak a mezőn lehetett dolgozni, nekem a veteményes kertbe is be lehetett menni, ugye a kindergartenbe, a gyerek otthonba, a gyerek kertbe, ahol a kicsi palántákat nevelik, az orosházi gyülekezetben, 6 óvodában, 25 csoportban lehettem ott, és rengeteget tanultam az óvónőktől, Révész Böbétől, vagy az iskolában Mustafa Szulimánné, Györgyike nénitől, és hát itt a Sztéló iskolának a szomszédságában drága munkatársaktól, hadd ne mondjam el a 120 tagú sztélós pedagógus, illetve munkatársi gárdát, igazgatóasszonyal, intézményvezetőasszonyal az élen. Sokakat kaptam, és ezek a drága testvérek engem megtanítottak arra, hogy érdemes fáradni, érdemes a munka terét hordozni, és az az igazi öröm, amikor az ember a nap végeztével még mindig kész valamit tenni, valamit adni. Láttam magvetést kikelni, láttam a gyümölcsfákat virágozni ifjúsági táborokon, itt a lőrinci gyülekezetben is. Láttam az érettel lekonyuló búzakalászokat, drága bibliórás csoportjaimra gondolok, de láttam fagykárt, aszályt, jégverést, gyászt, hit elhagyást, sok mindent. És most vége a mezei munkának. De az Úr csak ennyit mond, ha mindent megtettél, érezd magad haszontalan szolgának. Köszönöm, Uram. Tudom, hogy erre van szükségem. Mert újra és újra tudnom kell, látnom kell, hogy kegyelemből szolgálhattam. Az Úr az, aki nekem munkát adott, aki az élet piacán nem hagyott ott engem. A másik példázatban ott van, ugye, állnak a tétlenül a munkások, még este 5 órakor is 6-ig tart a munkaidő. Még arra az utolsó órára is megfogadja őket, mert az Úrnak szíve ügye, hogy senkinek ne teljen hiába valon az élete, és engem az én Uram korán megtalált. Ezért adok hálát.
kegyelemből szolgálhattam. És lássuk be, hogy nem a magunk kenyerét ettük, nem a magam kenyerét ettem. Aki munkát adott, a kenyeret is megadta. Amikor iharos berényben átvettem a szolgálatot, 209 forint volt a kasszában. Templomot renováltunk. Isten csodája történt, a kenyércsoda megtörtént iharos berényben. Orosházáról is elmondhatom, de hát Lőrinceknek nem kell mondanom, hogy mi történt Imrén, és mi történt itt Lőrincen. És nem csak a külsőségekben. Amint kenyéradó gazdánk valóban megbecsül bennünket. Ne feledd, mondja a mi úrunk ezzel a mondatával, hogy szolgálatod méltóságát a leghatalmasabb úr adta. Nem valamilyen márkás cégnek, vagy nem tudom én, befutott vállalkozásnak vagy a szerencsés tagja, nyereséges tagja. Szó sincs volna, ennél sokkal többről van szó. A legnagyobb úr az, aki szolgálatába fogadott. És azt mondja Jézus, aki nekem szolgál, azt megbecsül az atya. Ága testvérek, hálátlan lennék, utolsó gazember lennék, ha nem mondanám el, hogy nagyon megbecsült engem az én uram. Minden emberi megbecsülésnél sokkal többet jelentett, és jelent ma is számomra. Egy életen keresztül megbecsült engem, az övé lehettem, őt szolgálhattam. És Jézus szavaiból az is kicseng, hogy érezd a felelősséget. Amit egy életen át gyűjtöttél, amit arattál, azzal kell szolgálnod. Nem azért dolgoztál, hogy azt föléld. Megint csak Jézus egy másik példázatában beszél arról a bolond gazdagról, akinek nagyon nagy termése lett. Azt mondja, mostantól kezdve itt a Hawaii, ugye itt a nagy nyugdíj, nyugodtan élvezem a javaimat, csűröket építek, begyűjtöm a vagyonomat, és elfelejtem a gondot, temetem a munkát. Nem, drága testvére, amit egy életen keresztül kaptál, azzal még az utolsó percig szolgálnod lehet és kell. És ez csodálatos. És végül annyi, hogy ezt mondja az Úr, te haszontalan vagy, de én az áldásaimmal hasznot hoztam ki belőled, nyereséget, örök nyereséget neked is, de sokaknak. Pál apostolnak van egy ilyen munkatársa, a Filemon, akinek a rabszolgája elszökött otthonról, és hát az ilyennek ugye akár halálos büntetése is kellett volna, hogy legyen. Amikor megtért, hitre jutott, Krisztus gyermekévé lett ez a bizonyos szolga, akkor visszament az Urához, és azt mondta Pál, hogy ezt a szolgát, akit Onézimusnak, azaz hasznosnak hívnak, ez legyen hasznos neked és nekem is, és hadd legyen az Úr szolgálatában. Hát én ilyen rabszolga, ilyen szökött rabszolgaként szeretnék legalább hasznos lenni, mint Onézimus, akinek a neve is ezt jelenti. És végül ne felejtsd, hirdesd utolsó leheletig. Az Úr, aki ma további szolgálatra sarkal, aki azt mondja, hogy most ne tedd le a lantot, hanem most vedd fel a munkát, ő, az Úr, kötényt kötött, vizet töltött a tálba, és elkezdte mosni a tanítványai lábát. A mezőről jött mezitlábasoknak a mocskos tappancsait. Aztán felszolgálta önmagát, testét és vérét adta, és adja azóta is, hogy a munkában, bűnben megfáradt tanítványait, lelkészeket és nem lelkészeket, ő az Úr, testvéreiként szeresse, és már most befogadja a mennyei asztalközösségbe. Ennyi. Legyen áldott érte az Úr neve. Imádkozzunk. Uram, nincs mit mondanom. Köszönöm. Amen.